Hello, sziasztok! Remélem, jól vagytok. Ma jön egy kicsi francia lecke, ugyanis azon, hogy lehet különböző módokon kérni egy kis tejet a kávéba. Attól függ, ugyanis, hogy milyen az ember. Nem? Pour le café au lait, szóval a teljes kávénak, pour le café au lait, la jalouse demande un soupçon. La jalouse, a féltékeny, demande, kér, un soupçon, egy gyanakvást. J'aimerais un soupçon de lait. Szeretnék egy gyanakvást tejet. Így gyanúsítja, a féltékeny. Ez tényleg így van. Szóval ez csak így mesébe mondom el, de tényleg lehet úgy kérni, hogy j'aimerais un soupçon de lait, s'il vous plaît. Szeretnék egy gyanakvást tejet. Ez csak úgy mondjuk, de azt mindenki tudja, hogy az azt jelenti, hogy egy kis tejet szeretnék. Un soupçon de lait. La triste demande une larme de lait. A szomorú kér egy könny tejet. Az is csak azt jelenti, hogy kis tejet. J'aimerais une larme de lait. Igazából nem szoktam mindenki minden nap ezeket használni, de azért jó, hogy tudjátok. La romantique demande un nuage de lait. A romantikus egy kis felhő tejet kér. Un nuage de lait, vagy un petit nuage de lait, egy kis felhő tejet. Szóval la romantique, a romantikus, demande, kér, un nuage, egy felhő, de lait, tejet. J'aimerais, szeretnék, un nuage de lait, egy felhő, tejet. Nem romantikus. És az utolsó, la vierge demande juste un doigt de lait. La Vierge a Suze demande kér juste un doigt. Csak egy ujjat. Csak egy ujjnyi, úgy mondjuk magyarul. Tejet. Juste un doigt de lait. Szóval, j'aimerais juste un doigt. Szeretnék csak egy ujjat. Csak egy ujjnyit. Na jó, a mai szórakozásból is ennyi volt. Remélem, hogy tetszett ez a francia lecke. És nem sokára találkozunk egy másik leckén. Sziasztok!